És ezt itt mit kell csinálni? Mi történik, ha elkezdem ütni, vagy valami? Na, sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval, ebben a videóban pedig nem más fogunk megnézni, mint ugye tudjátok, hogy van ez a Kick the Buddy-s jelenség, és megnézzük ezt az egész történetet, és megnézzük, hogy mennyire valós ez az egész dolog. Úgyhogy már ki is nyitom a ládát, és el is mondom az egész történetet. Úgyhogy egy nap, amikor végeztem minden feladatommal, otthon leültem játszani a telefonommal. A Kick the Buddy nevű játékkal játszottam, és egyszer csak egy villámra lettem figyelni. Amikor kinéztem az ablakon, csak tüzet láttam, azonnal berohantam a szobámba. Nagy ijegységembe. Gondoltam, leülök egy kicsit, megnyugtatom magamat, ezért elkezdtem Minecraftozni, egy játékos módban. Amikor éppen a házamat építettem, egyszer csak ugyanazt a villámot hallottam a játékba, mint azt kint. Féltem. Megláttam a távolabbi erdőbe egy furcsa figurát. Ő volt az. És innen nem folytatódik a történet, úgyhogy... Aja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 j
ki a cuccokat, és akkor induljunk meg ebbe a... ebbe a pályába. Neki-e. Kaptunk íjakat, egy gyémánt páncélt, egy kardot, meg egy alap gyémánt felszerelés, 8 darab. Ilyet is nagyon villámlik, ahogy látom. Úgyhogy szerintem ugorjunk is neki a nagyvilágba. Jó. Nem tudom, mik ezek a hangok. Elég furcsa hely. Na mindegy. Hoppáré! Jaj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 
bizalomgerjesztő az egész. Az igen! És ezt itt mit kell csinálni? Mi történik, ha elkezdem ütni, vagy valami? Ne. Az a kick the body, amiről a történet is mesélt. Hát a kis csávó nagyon követ minket, valahol egy csikátorról meg kéne bújni, és akkor... De mondjuk mi történne akkor, hogyha megpróbálnám megtámadni? Nem követ még minket? De... Hát a tűz az nem nagyon hatásos rám, a csipók. Ne. Hát megöltük. Ez nem volt olyan nagy ellenség, hogyha lesz szabad így fogalmazni. Na mindegy, körbenézek még ebbe a városba. Talán itt van valami érdekesség. Nem tudom, megnézem jobban azt a házat inkább. Valami ülő hangokat hallok. Wow, ülő. De jó. Hey, de eltűnt. Hát ülők esnek az égből. Ez elég komoly. Mi ez, srácok? Ez micsoda? Miért esnek ülők az égből? Kezd egyre és egyre parább lenni ez az egész. Egy virágos kert. Legalább... És egy páncélló zombi! Ez micsoda? És ez nem is olyan... Gyenge zombi. Rohadt hústarot, nem adott pá... Még egy páncélos zombi! Ja, értem, itt van egy zombi spawner! Na jó, azt a zombi spawnert minél hamarabb ki kell ütni. Nem kellett volna megöljük Kick the Buddy-t. Úristen. Jó van. Ne. Na jó, be kell lennünk egy ópia almát, srácok, mert... Jézusom. A semmi lő minket, valahogy fedezékbe kéne menni. Ne! TNT! Ne! Majdnem felrobbant a ház. Srácok, menni kell innen, menni kell, valahogy el kell menni. De onnan jön a tűz, Ne! Ott van Kick the Buddy! Ott van Kick the Buddy! Nem halt meg! Ezt nem hiszem el. Hol van?
Hol van? Eltűnt. Egyszer csak fogta magát és eltűnt. Az nem semmi. Na jó, ez kezd egyre parább és parább lenni. Valahol itt meg kéne bújnunk. Talán itt nem vesz észre. Ha? Gyújtok, inkább fákját tartok a kezembe, hogy tudjak világítani. Úgy néz ki, hogy körülöttünk valamit mozog, de nem látom teljesen a nevét. Próbál kimenni. Nagyon sötét van. Itt van! Megölni, mint az előző. Ne! Eltűnt. Eltűnt! Megjelenik és eltűnt. Ez konkrétan kontrollálja majd, hogy nem a teret, az időt, mindent, mert ahol szeretné, ahogy a kedve tartja, megjelenik. És mik ezek a hangok? Valami nagyon durvát követhettünk el, amiért. Na mindegy. Körbenézek még egy kicsit itt mondjuk. Kicsit nézünk. Hát, nagyon semmi nincs. Volt valami... Ne. Na jó, most bosszút állunk rajta. És eltűnik. Miért csinálod ezt velem? Egy halhatatlan tűzgolyókat dobáló... Egy bábú. Ugye, tudnélik a játékról, hogy akármennyiszer megölöd, újra éled. Ja, tényleg, hát... A Kick the Buddy-t bárhányszor meg lehet ölni, srácok. Valamilyen különleges ceremóniával kéne megölni. Ez nagyon nem akarja, hogy... Úristen. Ki kell menekülni. Meneküljünk. Melyik házba volt az a kereszt? Ott kell megölnünk, abba a szobába. Gyorsan. Itt volt. Gyere elő! Merre van? Srácok, kinézek fákjával. Basszus! Na jó, ott kell megölnünk. Ott muszáj lesz megölni. Hová tűnt? Az előbb még itt volt, ezt egyszerűen nem tudom felfogni, srácok, hogy... Hogy... Ott van. Ide kell csalogatni. De tulajdonképpen olyan, mint hogyha félne tőlünk. Merre? Hová tűnt a ház? Na jó, tudom, hogy hogy győzzük le. Szét kell ütnöm a három fejet. Okay. Mik ezek a hangok már megint? De most legalább... Villám! Megjelent! Na jó, srácok, eszünk ópia. Isten felszerelkezett. Na jó, kezdjük! Ne menekülj! Kick the Buddy. Gyere! TNT-ket dobál. Aha, már értem a fegyverét. Csak a robbantás. A Kick the Buddy játékban ugye sok a gépfegyver. Valószínűleg onnan szerezte ezt a sok fegyvert a saját játékába. És miért megy el a sötétbe? Na jó, ennek utána kell járjak. Kicsit fákjával menjünk utána. Hova megy itt a sikátorokba? Gyere! Menjünk egy ópia már, mindjárt megöl! Jó! Oké, gyerünk! Meghalsz, buddy! Most már nincs mi visszatartson téged. Gyere! Nem hatnak rám holni milyen hülye TNT-k. Megint elbújt. Ennek ez a taktikája. Gyere. Kövessük a tüzet, úgy lesz. Néz ki, hogy valamit szeretne. Nem menekülhetsz, buddy. Csontvázak vannak a házban. De még mennyi csontváz? Becsalogatott minket egy csontvázzal teli házba. Bocsáss meg, meghagy hallját. De ez sok idióta csontváz, engem nagyon idegesít. Ki kell mennünk mi is. Menjünk utána.
Eltűnt. Hova a fenébe tűnhetett el? Itt van alattunk a sunyi! Úgy néz ki, hogy víz alatti harcot kell megvívni. Ellene. Gyerünk! Srácok, meg lesz! Csak városból városba visz minket egyszerűen. Még az íjra nem is gondoltam! Eltaláltuk. Menjünk utána. És valami labirintusszerűség. Ez micsoda? Na jó, most már nem húzza tovább. Nem húzza sokáig. Itt a végső harc! Elég szomorú. Úgy néz ki, hogy tűzjátékoznak. Wow. És kaptunk, megkaptuk a cuccait. Wow. Mi jól áll. Azt rohadt, ez milyen. Na jó. Na jó, ez nagyon epik. Ez nagyon epik volt. Na srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam. És a következő videóban találkozunk. Egyébként, hogyha szeretnétek, hogy még legyen ilyen vagy ehhez hasonló videó a csatornán, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam. Sziasztok!